Vezes, elemez, dönts címmel rendeztek menedzserversenyt csütörtökön az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kara és a Mondelé Hungária Kft. Szervezésében. A megmérettetésre közel 60-an érkeztek az ország minden tájáról. A fiatalokat Cserpalkovics András köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy egy stratégiailag fontos cég újabb partnerséget vállalt a felsőoktatási intézménnyel. A polgármester hangsúlyozta, Székesfehérvár gazdasága erős, ami a sok jó együttműködésnek is köszönhető. Ezek a partnerek pedig fontosnak tartják az oktatást a középiskolai és felsőoktatási szinten is. Így alakulnak ki azok a duális együttműködések, amelyek például az Óbuda és a Mondelez között is működnek, de úgy látom, hogy ezek újabb és újabb elemmel egészülnek ki, és ennek nagyon szép része az, hogy középiskolások számára ezek a cégek egyre több területen rendeznek versenyt. A verseny ötlete az egyetem részéről merült fel, a cél pedig nem csak az, hogy felhívják a figyelmet a műszaki menedzser képzésre, de kiemelt szempont volt az is, hogy bizonyos készségeket felfedezhessenek magukban a diákok, amik később a kiválasztási folyamatoknál fontosak lehetnek. A 21. századi munkaerőpiacon a hard skill-ek, vagyis a szakmai tudás, a kemény készségek mellett nagyon-nagyon fontosak a puha készségek, soft skill-ek, és tulajdonképpen ezeket a puha készségeket mérettethetik meg itt nálunk most a középiskolás diákok. Hogy mik ezek a puha készségek? Hogy hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak kommunikálni, hogyan tudnak érdeket érvényesíteni, hogyan tudnak érvelni bizonyos témákban. Az édességeket gyártó és forgalmazó vállalat számára is fontosak a hasonló találkozások a diáksággal, mert számukra ők jelentik a hosszú távú stratégiai utánpótlást. Diákoknak egy játékos formában tudjuk demonstrálni, hogy milyen is az, amikor munkáltatói oldalon kiválasztunk egy tehetséget, illetve össze tudják kapcsolni a felsőfokú tanulmányokat azzal, hogy utána a munkaerőpiacon mi az, amire szükség lesz. A cég munkatársai izgalmas, játékos feladatokat adtak a 10 fős csapatoknak, eközben a HR szakemberek megfigyelték, hogyan dolgoznak a diákok, hogyan jutnak el egy-egy megoldásig, és hogy vennének részt egy-egy kiválasztási folyamatban. A verseny végén minden csoportban a legügyesebb tanuló lett a kiválasztott, vagyis akit az adott területre felvenne a cég, de a második és harmadik helyezetteket is jutalmazták. A versenyzők nem csak ajándékcsomagokkal, de sok-sok tapasztalattal is gazdagodtak, a szervezők pedig ígéretet tettek arra, hogy lesz még folytatása a menedzser versenynek.